Sok szeretettel köszöntjük a Supreme Master Television minden kedves nézőjét. A Vegetáriánus, a Nemes Életmód című műsorban ma Budapestről küldjük önöknek egy kedvelt magyar étel, a Jókai Bableves készítését bemutató filmünket. A Jókai Bableves névadója a nagy magyar mesemondóként is ismert regényíró Jókai Mór regényeiben gyakran mutatja be az ember örök vágyát az elveszett paradicsom visszaszerzésére, az édenkertbe való visszatérésre. Az író legkedveltebb étele egy babból készült sűrű leves volt, melyet később róla neveztek el Jókai bablevesnek. A Jókai ház közismert finomságát a regényíró felesége, Laborfalvi Róza, az ünnepelt színésznő készítette, az általa készített levest a férj írásaiban görög olvasó aranyfalat kifejezéssel illette, mert, mint mondta, olyan nagy szemű bab kell hozzá, mint a görög szerzetesek rózsafüzére. Hozzávalók a leveshez. Száraz tarkabab, fehér répa, sárgarépa, hagyma, paradicsom, zeller, karalábé és paprika. A fűszerek tengeri só, ételédesítő, babérlevél, bors és természetes füstaroma. És a leves felöntéséhez tisztított víz. Levesbetétek, vegán sonka, vegán kolbász, és a kolbászunk sütéséhez napraforgó vagy olívaolaj, világos szójaszósz. Ez egy frissen készült gyúrt tészta, a hozzávalói, durumliszt, sima liszt, búza vagy kukorica keményítő, tisztított víz, tengeri só, és kurkumapor. A leves besűrítéséhez a hozzávalók. Sima liszt, kis fejkockákra vágott vöröshagyma, napraforgó vagy olívaolaj, tisztított víz, őrölt édespiros paprika, tengeri só és fokhagyma. A fokhagyma tetszés szerint elhagyható. Ha szeretnénk a levesünket krémesíteni, tálláskor használhatunk hozzá szójajófút, ízesítéshez pedig citromlét. A Jókai bableves fő alapanyaga a tarkabab, ami nagy tápértékű, kitűnő növény eredeti fehérjeforrás, tele rostokkal és ásványanyagokkal. A száradba fehér tartalma tízszerese a burgonyáinak, háromszorosa a kenyérének, tartalmaz B-vitamint és niacint. A leves készítése előtt a szárított babot egy éjszakára hideg vízbe áztatjuk, úgy, hogy a víz bőségesen ellepje. Reggelre a babok kétszeres nagyságúra dagadnak, ekkor leöntjük róla az áztatóvizet, átmossuk és beleöntjük a fazékba. És felöntjük 3 liter hideg vízzel, most tengeri sóval ízesítjük, beletesszük a babérlevelet, borsot. És feltesszük főni körülbelül 40 percen át. Tudtad, hogy az őrölt száraz bab tépjét régen sebek, gyulladások gyógyítására borogatásként használták? A bab sok oldalú növény. Letelt a 40 perc, a babunk már majdnem puha. Most a zöldségeket tesszük a levesbe, de elsőként a képződött habot leszedjük a tetejéről. Most össze fogom vágni a sárgarépát, a fehérrépát és a paradicsomot, és kérlek szépen, hogy addig te a zellert, a karalábét, a hagymát és a paprikát tedd bele a levesbe.
amíg a zöldségeket felvágom, addig beleteheted az ételízesítőport is a levesünkbe. Köszönöm szépen! A paradicsomot apró kockára vágtam, a répát pedig olyan körülbelül másfél ujjnyi darabokra, így sréjen. Ezek is belekerülhetnek. Míg a többi zöldséget felvágom, addig kérlek szépen, hogy vízzel öntsd fel a levesünket, mert elfőtt belőle már annyi lé, hogy pótolni szeretnénk. Most forrástól számítva 10 percig fogjuk főzni a levesünket a babbal, és amíg a zöldségeink főnek, addig elkészítjük a levestésztánkat, a csipetkét. Ez egy keményre gyúrt tészta, amit kézzel csipegetünk majd a levesbe, innen a neve. A száraz hozzávalókat egyenként ideöntheted a tálba, én pedig majd összekeverem. Jó? Megkérlek, hogy add ide a sima lisztet. Igen. Köszönöm. Mert a durum liszt. Keményítő. Köszönöm a tengeri só. Kurkumapor. A színe kedvéért. Most összekeverem őket. És aztán bele mehet a víz. Most kézzel jól összegyúrom, amíg a kezemre már nem tapad tészta, és rugalmas, egynemű labdává fog válni. És a tészta teljesen felveszi a lisztet a kezemről is, a tálból is. A zöldséget 10 percig főztek a levesben, mert eltehetjük a tésztát. Igen, de előbb kiszedjük a levesből a paprikát és a hagymát, csak ízesítőnek kellettek. Most ketté osztom a tésztát, hogy te is próbálhassad a csipetke készítést. Köszönöm. Csinálhatjuk együtt. Igen, csináljuk együtt. Egy csipetnyit letépsz az ujjaddal, és egy-két sodrintással utána a levesbe dobod. Nem kell hosszasan csinálni, hosszasan formázgatni, tempósan csináljuk, hogy az egész tésztánk nagyjából azonos ideig főjön a levesben. Csak így egy-két sodrintás. Értem. Közben néha megkeverjük a levesünket. Ne ragadjanak össze a tészták benne. És egy kicsit ragad a gombóc a kezedhez, akkor csak gyúrd át újra, és felveszi a kezedről a ragacsokat nagyon szépen, és akkor megint folytatni tudod tovább. Ha a tésztát beletettük a levesbe, akkor már mellé kerülhet a vegán sonkánk is. Így további 15 percig fogjuk főzni a levest. Ez idő alatt elkészítjük a vegán sült kolbászunkat. A kolbászokat hosszában ketté vágom, és a tetejüket körülbelül ujjnyi távolságonként bevagdalom. Közben vigyázok, nehogy átvágjam a kolbászt.
fogjuk sütni a kolbászokat. Az olajat is beleöntheted. Most beleteszem a kolbászokat. És néhány perc alatt el is fog készülni, mert ez már egy elősütött zúza kolbász. Fedőt azt hiszem rátesszük egy kicsit, hogy ne fröcsköljön. Most rájuk fogom önteni a szójaszószt. Ezt fedő alatt csinálom, mert amikor rákerül a szójaszósz, akkor hajlamos fröcsögni egy kicsit. És ezt csak tálaláskor fogjuk a levesbe beletenni. Még ízletesebbé tesszük egy kis természetes füstaromával. Illetve besűrítjük, amihez rántást fogunk készíteni. Az olajon megsütjük az apró kockákra vágott vöröshagymát, egy pici tengeri sóval ízesítve. A vöröshagymát üvegesre pirítjuk, amikor aranylóan barna, akkor ráöntjük majd a lisztet is. Jól összekeverjük, és a lisztet is addig sütjük a hagymával, amíg annak is aranylóan barna színe nem lesz. És most levesszük a tűzhelyről, és hozzákeverjük a piros paprikát. Ezzel már nem sütjük együtt, nehogy megégjen. Olyankor esetleg megkeseredhet a paprika, hogy... Még van egy fokhagymánk, ezt mindenki tetszés szerint használhatja fel, viszont hogyha úgy döntenek, hogy használják a fokhagymát, akkor zúzzák össze apróra, vagy vagdalják egész apró kockákra, és úgy öntsék bele a piros paprika mellé. Ezzel sem kell már összesütni, nagyon finom ízt ad, nagyon finom illatot, de elhagyható, aki nem szereti, nem szükséges bele. És most néhány percre félretesszük a rántást, hogy kihűljön. Elöntjük hideg vízzel a kihűlt hagymás lisztünket, és jól elkevergetjük. Mielőtt beleöntjük a levesbe, a sonkáinkat egy tára szedjük. Azokat szeletelve rakjuk majd a tálaláskor a levesbe. És most besűrítjük a levesünket. Elkevergetjük és egyszer összeforraljuk az egészet. Ha felforrt, készen vagyunk. És folytonos kevergetés mellett öntjük a levesünkbe a rántást. Van még citromunk és szójajófunk. Igen, kérlek szépen csavard ki a citromlevét, azzal még pikánsabbá tehetjük a levesünket. És ha elkészültél vele, akkor bele is öntheted a levesbe. Igen. És most felvágom a vegán sonkánkat. És most a finom, illatos, pirosra sült, füstölt vegán kolbászunkat is felvágom, tálalásra készre. Ha szeretnéd még krémesebbé és dúsabbá tenni a leves, akkor tálaláskor meglocsolhatod szójajofúval is. Ezt kipróbálom. A nagymamámnál mindig házi kenyerrel ettük a bablevest. Igen, nálunk is ez volt a hagyomány, és mi még tettünk bele erős paprikát is.
Olyan jó érzés, hogy az ételünk teljesen vegán. Kíméljük az érző lényeket és a földanyát. Igen. Fogyasszad egészséggel. Akkor teszek el be a finom jófúból. Jó, próbáld ki. Én is jófúval kedvelem. Kedves egészséget. Az íze nagyon házias, a sajkás, babíros, füstölt íz nagyon illik a babhoz. Milyen édesek benne a zöldségek. És a leve olyan kellemesen pikáns, fűszeres, nagyon változatos ízek. Igen, nagyon finom. Most megkóstolom a vegán kolbászt. Ez nagyon incsiklandozó, könnyű így vegánnak lenni. A kedves nézőink még több konstruktív főzőműsort szeretnének látni, akkor nézzék a jövőben is a Supreme Master Television, a vegetáriánizmus, a nemes életmód című műsorát. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. A mennyek áldja Önöket a legközelebbi viszontlátásra! For more details, please visit www.suprememastertv.com/veg.